2-0-ra győzött és továbbra is vezeti a bajnokságot a labdarúgó NB2-ben a Nyíregyháza Spartacus. Na, Spari ezúttal az Ajka ellen nyert. Csörgő Raúl szerzett vezetést a nyíregyháziaknak, a második félidőben pedig Zamosni Balázs megduplázta az előnyt, győzelmével a Nyíregyháza továbbra is a tabella élén áll. Rengeteg dolgoztunk ezen a két héten. A védekezésben, hál' az Istennek, aminek örülök, az a győzelemnek a test természetesen, de hogy nem kaptunk a gól. Nyomták az Ajka, ugye voltak, nem tudom, hogy hány szöglet, meg ilyenek, de iveltek a labdát, de igazából a helyzeteket nem tudták kialakítani. Ha nem tudom, visszanézem, de én úgy igazából nem emlékszem, hogy volt neki egy olyan 100%-os zicser, amit kihagytak, de ettől függetlenül tudtam, hogy az Ajka az nagyon jó csapat, és nagyon készültünk erre a csapatra, mert erős kerettel rendelkeznek az Ajka, és ez meg is mutatták most a pályán. Rengeteget gyakoroljuk ezt, hogy merje játszani a csapat, ezt kérem a játékosoktól is. Nyilván az jó jött, hogy legutóbb az Etót meg tudtuk verni. Nem titok ez, hogy bravúra készültünk most is, de ez most nem jött össze. A csapat szerdán rangadót játszik Diósgyőrben. Jól sikerült a Kamion Európa Bajnokság belgiumi futama a nyíregyházi Révész Racing és Kis Norbert számára. A magyar pilóta már szombaton is nyert versenyt, a vasárnap pedig nagyon izgalmasan alakult. Éjszaka motort kellett cserélni az autóban, de hősies munkával sikerült azt versenyképessé tenni. Olyannyira, hogy a vasárnapi időmérőn Kis Norbert a leggyorsabb volt, mégis a mezőny végéről startolhatott csak az első versenyen, mivel a Park Fermé szabályok megsértése miatt hátrasorolták. Végül innen jött fel a negyedik helyre. A nap másik versenyén viszont 5 kanyar után minden előtte állót megelőzött és megnyerte a versenyt, így összetettben növelte előnyét az Európa-bajnokságon.